Üdvözöllek a csatornán, Attila vagyok. A mai napon egy kicsit misztikus világba fogunk utazni, mégpedig az angyalok világába. Ez a téma pedig úgy jött, hogy az én életemben elég sűrűn feltűnik a 444-es szám. Ez, hogyha esetleg nem hallottál róla, ez egy mesteri számnak is nevezik, vagy angyali számsornak. Majd be fogok linkelni egy cikket erről, egy elég jó kis részletes írás. Ugye arról szól, hogy az égiek valamilyen szinten mindig üzennek nekünk, hogy éppen jó úton járunk, vagy nem. Vagy hogy az életünkben éppen milyen pillanatunk van. És nekem ez a 444-es szám egy eléggé meghatározó, és főleg az utóbbi időben rendszeresen feltűnik. Vannak, akik nem hisznek az angyalokba. Gyakorlatilag én se úgy hiszek benne, mint ahogy ezt sokan képzelik, hogy ők itt hatalmas nagy szárnyakkal repkednek körülöttünk, hanem úgy tudom elfogadni őket, hogy ők ugyanúgy energia lényeg, ahogy mi is vagyunk, csak nekik ugyan nem létezik fizikai testük, viszont nagyon sok ráhatással tudnak lenni az életünkre, tudjuk kérni a segítségüket. És régebben egy picit többet foglalkoztam ezzel. Gyakorlatilag attól függetlenül tudom, hogy itt vannak, és részesei az életünknek. De hogyha nem is fogadjuk el, akkor is egy érdekes dolog megvizsgálni abból a nézőpontból, hogy például miért van az, hogy egy nap én ezt többször is látom. És most amiért előjött ez a téma, egyrészt egy pár nappal ezelőtt az egyik kedves ismerősömmel Győrben találkoztam, és leültünk kávézni. És nem győztem kapkodni a fejem, mert folyamatosan hol egy rendszámon, hol a taxikon jelent meg. Jó, mondjuk ezt erre is lehet mondani, hogy véletlen, mert éppen Győrben az egyik taxitársaságnak a telefonszáma az a 444-444. De ugye nem nagyon hiszek a véletlenekben. És most is, hogy az autópályán mentem, azt látom, hogy eljelőttem egy kamion, és ránézek a hátuljára, és ugyanúgy ott van, hogy 444, 444. Ilyenkor mindig elmosolyodok. De a következő pillanatban az előtte lévő kamionnak ránézek a rendszámára, és ott is ott a 444. Majd, hát nem telik el szerintem 10 perc, jön velem szembe egy autó, ránézek a rendszámára, és ott is ott a 444. És lehet erre mondani, hogy véletlen. Csak szerintem elég kicsi az esélye. Főleg, hogyha mondjuk a rendszámokat nézem, hogy ilyen rövid időn belül ez elém jöjjön, ilyen sok alkalommal. És elgondolkoztam egy picit ezen, hogy most akkor mi is lehet? Hogy tényleg az univerzum üzen nekem ezzel, vagy pedig már annyira rá vagyok fókuszálva erre az egészre, annyira rá vagyok rezegve erre a 444-es számra, hogy gyakorlatilag ugye ez jön ki belőlem, és ezért ugyanez jön velem vissza szembe, amiről beszéltem ugye a korábbi videómban, hogy a teremtés hogyan is működik, hogy a vonzás hogyan működik. Ugye ami kiáramlik belőlünk, az fog visszatérni, ugyanis annak a rezgéséhez fog hozzá kapcsolódni egy hasonló rezgésű tapasztalás, ami vissza fog térni hozzánk. Javaslom, hogy nézd meg, hogyha még nem láttad azt az előző videómat, majd a végére be fogom rakni az ajánlóba.
Szóval elgondolkoztam ezen, hogy miért is van ez? Vagy az A verzió, vagy a B verzió. Aztán az a megállapítás született bennem, hogy mégis nem teljesen mindegy. Igazából, ha így van, így is jó, ha úgy van, úgy is jó. Mert mindenféleképpen egy bizonyosságot ad nekem arról, és adjon ez nekem is egy bizonyosságot arról, hogy valami értelme van annak, hogy mi itt vagyunk ebben a fizikai világban. Tehát nem csak az a lényege, hogy megszületünk, felnövünk, tanulunk, dolgozunk, aztán gyűjtögetünk és meghalunk, hanem ettől sokkal, sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy mi itt vagyunk ezen a Földön. És ha még eddig nem kezdted el keresni a te miértedet, akkor javaslom, hogy tedd meg, gondolkozz el rajta, hogy miért vagy itt, mi a te feladatod, mi a célod az életben, mi az, amivel hozzá tudsz járulni a közöshöz, mert úgy gondolom, hogy ez az egyik fontos és lényeges momentum, hogy ezt megtaláljuk. Tehát az, hogy vannak egyéni céljaink, az is nagyon jó, de valamilyen szinten hozzá kell járulnunk a közöshöz, mert így járulunk hozzá globálisan a fejlődéshez. Így teszünk hozzá globálisan is a fejlődéshez. Nyilván a saját egyéni fejlődésünkkel is hozzáteszünk, de úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy olyan szintű célja és feladata, hogy globálisan is tegyen. Tehát valamilyen értéket adjon az embereknek, a társadalomnak. Ha még eddig nem találtad ezt meg, akkor javaslom, hogy gondolkozz el ezen. És ugye felszokott merülni a kérdés, hogy de hát hogyan találhatom ezt meg? Az első és legfontosabb dolog, hogy legyen meg a szándékod, hogy ezt szeretnéd megtalálni. Ez egy nagyon fontos lépés. Mert onnantól kezdve, hogyha megvan ez a szándékod, ennek hangot adsz, ezt kijelented, akár hangosan is, elmondod, leírod, akkor onnantól kezdve elindultál az úton, elindítottál egy fonalat, és hidd el, hogy ha tényleg él benned ez a szándék, és tényleg megvan benned ez a szándék, akkor meg fogod kapni ehhez a visszacsatolást az univerzumtól, és eléd fognak tenni olyan dolgokat, ami segít abban, hogy ezt felismerd. A másik lényeges dolog szerintem, hogy találd meg azt a tevékenységet, ugye erről is beszéltem már, ami neked igazából örömet okoz, amit ténylegesen boldoggá tesz, amit hogyha végzel, akkor megszűnik körülötted az idő, megszűnik körülötted a világ. És ugye sokszor mondják azt, hogy ez az a tevékenység, amit akkor is végzünk, hogyha ezért nem fizetnek. És ez tényleg így van. Mert azt tudod igazából tiszta szívvel csinálni, amiért rajongsz, amiért igazából nem vársz semmit. Mert neked már eleve az örömet okoz, hogy azt csinálhatod, azt végezheted. Úgyhogy javaslom, hogy gondolkozz el ezen, hogyha még nem tetted meg, meditálj egy picit felette. És ami tényleg lényeges, hogy legyen meg a szándékod. Nyilváníts ki a szándékodat, hogy szeretnéd megtalálni a te életfeladatodat, az életcélodat, hogy miért vagy itt. Mi az, amivel hozzá tudsz járulni a közöshöz. És utána hidd el, hogy segítve leszel, és biztos vagyok benne, hogy neked is meg fog jelenni az a 444-es szám az életedben nagyon sokszor. És visszaigazolásként nagyon sok jelet fogsz kapni az univerzumtól. Hát szerintem ennyi lett volna mára. Bízom benne, hogy hozzá tudtam adni a mai napodhoz is egy kis pluszt, egy kis értéket, egy kis megértést. Ha van bármilyen kérdésed egyébként, vagy szeretnél bármilyen témával kapcsolatban hallani, amiről mondjuk beszéljek a videóba, akkor megköszönöm, az hozzászólásba megírod, és egyébként is köszönöm, hogyha tetszett a videó, akkor értékeled egy lájkkal, valamint hogyha kommentbe beírsz annyit, hogy köszönöm. Ugye ez azért kell, hogy ezzel is segíted a munkámat, hogy minél több emberhez eljusson ez a videó. Ugye a YouTube-nak az algoritmusa úgy működik, hogy minél több reakció van egy-egy videónál, annál több embernek fogja ezt megmutatni.
és akkor így fog eljutni minél több emberhez. Természetesen, hogyha pedig annyira tetszett, hogy ezt meg is osztanád, akkor azért meg pláne hálás vagyok. És nagyon köszönöm neked. Örülök, hogy itt voltál velem, várlak vissza a következő videóban is, és be fogom tenni akkor az előző videómat, azt feltétlen nézd meg, hogyha nem látod, amit a teremtéssel kapcsolatban osztottam meg. És nincs más hátra, mint hogy csodás napot kívánjak neked. Hello!